Na, szavaztok srácok, szevasztok, itt Facepapi, Facepapi, köszöntelek titeket úrét a csatornán. Most megint egy kicsit ilyen dühös videót teszek föl, azért, mert nagyon felbosszantott a Facebook, meg igazából ez a cégcsoport, mert ugyanis minden olyan szolgáltatás, amit igénybe veszek, azt valamilyen oknál fogva, és nem tudom milyen oknál fogva, letiltottak. Tehát nem az van, hogy most büntetést kapsz valamiért, vagy én nem is értem tényleg, hogy miről van szó. A legjobban egyébként az Instagram, ami idegesít, ahol már érted, már lassan 20 000-en vagyunk, és egyszer csak így minden zokszó nélkül fogják és leszedik. Nem értem, hogy miért. Semmi olyan tevékenységet nem folytatok sem privátban, sem Facepapi, Facebook oldalán keresztül, sem az Instagram, tehát semmiféle olyan dolgot nem folytatok, ami bármibe is ütközne igazából. Én személy szerint nem szeretem a Facebookot, és nem is nagyon használom. Én csak arra használom, aki azért úgy követget, nem vagytok sokan a Facebook oldalán, ott igazából mindig csak az Instán keresztül teszem ki, tehát főképp ezért van meg, hogy a barátaimmal tudjak beszélni, semmi más. Tényleg komolyan mondom, hogy semmi, vagy esetleg egy marketplace, vagy valamit, tehát hogyha az ember valamit venne, vagy eladna. Ennyire használom igazából ezt az egészet, és mégis valahogy ez jött ki ebből az egészből, és nagyon-nagyon elegem van már ebből, basszus, hogy fogják a szolgáltatók, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem őket, és effektív, igen, nem én fizetek érte, de mégiscsak ők adnak egy szolgáltatást, és utólag küldenek neked valamit, hogy valahonnan kitiltanak. Hogy te valamit, amivel dolgozol, amivel évek munkája van benne, vagy bármi ilyesmi, azt egyszer letiltják. Úgyhogy ebben elegem van, remélem, hogy küldtem nekik e-mailt, hogy hamar rendeződni fog a dolog. Jövünk majd, szevasztok, ciao.